Szervuszok, üdvözöllek benneteket a Haladónak egy újabb epizódjába, ahol most szintén egy magyar gyártó termékével, a Kingbase-nek a termékeivel fogtok egy kicsit megismerkedni. Volt már ugye egy epizód a tavalyi évben, ahol bemutattuk így a céget Tari Istvánnal, Pistával, én már őt így ismerem, szerintem nagyon régóta. És hát ebbe az évben is vannak újdonságok, amivel a magyar horgászoknak készült. Ezeket fogjuk most itt bemutatni, tehát nem a teljes Kingbait palettát, hiszen ahhoz azért kevés lenne egy ilyen rövid kis videó. A Fehován vagyunk, azt is azért el kell mondanunk, mindig kiállítottuk ezen a kiállításon, és hát azon kevesek egyike vagytok, akik azt mondjátok, hogy mindig meg vagytok elégedve a forgalmatokkal, tehát sokan kilátogatnak hozzátok és vásárolnak a termékeitekből. Én most úgy kezdem el így a bemutatást, hogy ami nekem nagyon szemet szúrt, és én ugye rakósbotos horgászként is használom ezeket a termékeket, az egyik ez a csíra. Ugye ez, az jól emlékszem, ez már a tavalyi évben jelent meg nekem a palettátokban. Igen, már két éves. Egy két éves termék. Mi az, ami most változott ezen? Új ízek kerültek a palettára? Igen, mivel hogy nagy érdeklődés van ez iránt a termék iránt, így kérték tőlünk, hogy esetleg ízesített változatokat is készítsünk. Így ráálltunk a dologra, és a Natur mellett háromféle ízben készítjük ezt a terméket. Ez a kukorica csíra, ez tulajdonképpen ez melyik rész a kukoricának? Tehát ezt hogy nyeritek ki belőle, hogy melyik rész, azt tudjuk, mert kukorica csíra, tehát a csíra része, de ezt hogy lehet kiválasztani a kukoricából, hogy tényleg csak nincs is benne egészen, hanem csak ezek a kis csíra szemek vannak benne. Nem, mi a malom választ. A malom azt így megoldja nektek, és akkor ti pedig ezt lefűzitek. Így van, egy különleges technológiával van elkészítve, nincs benne tartósítószer, ami szerintem lényeges a eredményessége mi voltából. Meg van főzve, csírátalanítva van, tartósítószer nélkül egy teljesen úgymond nem sok által használt technológia. Van viszont most már egy ilyen tovább gondolt változata, mondhatjuk így, ugye erre az van írva, hogy főtt ponty papi, ez a papi, ez nekem a gyerekkoromban a bébi papi jut az eszembe róla. Hajaz arra, ezért is kapta ezt a nevet, és mi ez a termék tulajdonképpen? Igen, ez egy elég hosszú időn keresztül próbálgattam ezt a terméket összerakni, és tavaly néhány versenyen is már bizonyított, meg a magánhorgászatokban nagyon eredményes volt. Ez egy nagyon durva roppantott kukorica, mikrotigris mogyoró és repce keveréke, ami szintén tartósítószermentes, főzött állapotban, csíratlanítási tartósító eljárással készült. Én ezt nagyon hangsúlyozom, hogy a tartósítószer mentessége az nagyban növeli az eredményességet. És négyféle, ezt már eleve úgy készítettük, hogy négyféle ízesítésben, plusz a Natur. Ez ötfélébe lehet. Ez a mikrotigris mogyoró, ez egy ilyen leválogató tigris mogyoró, tehát a nagy kupacból a legapróbb szemeket kirostálva kerül bele, vagy pedig ezt így külön lehet kapni? Igen, lehet így rendelni, és nem igazán kínlódunk mi abban, hogy rostálgatjuk, hanem ez így vesszük, így van. Milyen technikákhoz ajánlod? Ugye mondtad a rakósbotos úszós horgászatot, azon túl? Hát én használom metód horgászatra is, azért a mikro a tigris magyaró, hogy beleférjen mondjuk a mikro, vagyis a metód kosárba is, a open end kosárba is tökéletesen bedobható és használható, valamint gombócolva is, úgyhogy van egy TTX mix nevezetű, és akkor azt hozzá keverjük, így van. És akkor ezt beállítod, az áramlás függősége viszonylag kicsi, és mivel hogy nehéz, így nehezebben viszi el. Nagyon nagy áramlás kell, hogy odébb vigye. A következő termék az már itt úgy látom a pontyfogó vonal, és itt van egy matrica is, hogy 2023-ban egy termékdíjat nyertetek a pontyson, tehát ez már egy tavaly bemutatkozott termék. Viszont itt a Fehován ugye most van először így kiállítva. Két így névre nyilván sokkal többet tud ez a termék. Itt Hurka és Big Boss néven van ez egy, úgy jól látom, ez egy boili család. Mit kell erről tudni?
Hát ezt azt kell tudni róla, hogy 1986-ban, amikor elkezdtük mi ezt az egész dolgot, ez volt az első bojli, amit én összeraktam fejbe, és legyártottuk. Még akkor nagyon-nagyon úgymond kezdőszinten ez az egy termék volt, és ez egy olyan 10 évig nagyon jól piacon volt, utána elvitte egy kicsit róla a figyelmet a T1, a fűszeres csirke, meg az összes többi bojli, de a régi korosztályú emberek, akik ezt ebben nagyon sok halat fogtak, most újra évek óta követelték rajtam, és most megtettük neki nekik azt, hogy legyártottuk ezt a úgymond régi új bojlit. A Big Boss, ez milyen illat? Hát ez egy Robin Reddel erősen dúsított epres squid octopusos vonal, egy nagyon harmonikus szénhidrát és halas, tehát állati fehérjére épülő bojli, úgyhogy nagyon nagy sikerek voltak ebben, volt egy román tesztcsapatom, és ők nem voltak hajlandók mással, csak ebben horgáztak. A hurka? Ez valami májas? Az teljesen az enyém, abszolút. Tehát ez egy májas, fűszeres, hagyományos ízesítés. Azt kell mondani, hogy mindegy hurka, azok a fűszerek vannak benne. Maga a beltartalma a bojlinak, annak egy nagyon összetett, magas fehérje tartalmú alapanyag, tehát mix, amit nagyon-nagyon szeretnek a halak, mivel hogy ennyi időt meg tudott élni tulajdonképpen, mert azért ez már közel 40 év a kezdetekhöz, úgyhogy én azt gondolom, hogy megállja helyét bármilyen helyzetben, hát nagyon sok nagy halat fognak vele Ausztriába, fönt a hegyek között, ahol rettenetes módon késik az idő, tehát itt már nyár van, ott meg még a hóba horgásznak vele, de bárhova, ahova viszik, aki kipróbálja, mindenhol eredményes. És úgy látom, hogy ezekből is van olyan wafters, van oldódó. Igen, van az alap. Egy dippes verziója. Pontosan, van az alap süllyedő, 2,5 kiló van egy dobozban, van mellette 0,5 kg 24-es süllyedő egy külön tasakban, és még kiegészítésnek van, a mix teljesen ugyanaz, van egy oldódó változat, van egy wafters változat, ami parafát tartalmaz és lebeg, de nem emeli el a horgot, és van egy dippelt változat mind a háromból, mondjuk az egyiket már mind alattuk, tehát nem tudjuk megmutatni, a májas az elfogyott, de a fűszeres hurka az még van. Az még itt látható. Ez egy régi nagy klasszikus. Igen, így van, mondhatjuk így nyugodtan. Itt van egy másik termék a kezembe, amire szintén azt mondtad, hogy ez egy újdonság. Ez teljesen. Erre az van írva, hogy speed. Ez mit akar ez a speed felirat? Hát ellentétben ezzel a másik változattal, ez egy nagyon gyors hatásfokú bojli, oldódó bojli, és ezt versenyekre, meg olyan horgászatokra terveztem, ami rövid idő, vagy nagyon gyorsan kell, hogy hatásfokú. Kicsi akkor a bojli maga, mert ez nem nagynak számít. Hát ez egy 20-as bojli, igen, és ez oldódik, agresszíven oldódik. Nagyon jó a kiáramoltatása, nagyon jó a vízoldékonysága a benne levő alapanyagoknak. Gyors. Nem szelektál, tehát nem tudja azt mindez, hogy szinte csak nagy halat fognak vele. Ez minden. 2 kilótól, 0,5 kilón át a 30 kilóig bármi. Tehát akkor jó ez a bojli, hogyha mennyiséget kell fogni, és mindegy, hogy az mekkora az a hal, de fogni kell. Így van, számára. Pontosan, vagy nagyon rövid időm van arra, hogy kimenjek egy 3-4 óra hosszan egy olyan vízterületen, ahol ismeri a hal a bojlit, nem kell megismertetni vele, olyan helyekre nagyon-nagyon alkalmas és eredményes. És ez is több ízbe van, úgy látom, ez pont most mézes kukorica, de van ott, jól látom, van epres, mangó és ananász. Ez ananász. A négy alapíz most, amit indulásnak elkészítettünk. Gyere egy kicsit közelebb, viszont kilépsz. A
mangó az megütötte a fülemet, ugye már, jól emlékszem, már a tavaly évben is volt mangó, és ugye beszélgettünk már erről, hogy, hogy ez, hogy mikor milyen aroma kerül egy-egy ilyen termékre, ez mi határozza meg? Tehát vannak úgynevezett divataromák, vagy pedig tényleg így kísérletezgettek ilyen különböző ízekkel, és valamelyikkel beletaláltok a jóba, és utána az kerül a polcokra. Én mindig szerettem kísérletezni, főleg ezt a keverék ízeket. Ez a kezdetek kezdetén nem is mindenki értett ebből egyet, de hát látható, hogy a idő igazolt, igen, mert most már mindenhol, fel. Tehát a kezdeteknél én például összekevertem a banántintahallal, csak néztek, meg csodálkoztak, szkeptikusan, volt, aki éppen nem. Hát én azt gondolom, hogy vannak divat aromák, amit minden gyártónak meg kell, hogy legyen. De vannak olyanok is, ami teljesen egyedi és különleges, és például egy fokhagyma menta. 20 éve vezető pozícióban van eladásban. És valamiért békén is hagyja mindenki. Ezt az egyet nem értem, hogy miért, de ez csak nekünk van. Ezt ne is mondjad akkor. Ne is mondjuk akkor, felfigyelnek rá a többiek. Igen, tényleg valóban fokhagyma menta, ilyen nem is találkoztam másnál, ez csak nálatok van. Igen. Hát akad egy-két különleges dolog az én ilyen agyszüleményeim, de nem igazán szoktam mellélőni valami során, szeretik a halak. Na és hogyha már ezekről beszéltünk, ugye itt vannak most pont ezek a termékek, amire azt mondtad, hogy ezek igazából már meglévő termékek, csak új ízvariációkkal vagy illatvariációkkal jöttek ki. Ez fűszeres barack, ez banánpisztácia, gyümölcsmix és egy fekete ribizli ananász, tehát ez pont igazolja, amit az előbb mondtál, ezeket a kevert ízeket, hogy ezek mind kevert ízű bojlik, tulajdonképpen ilyen oldódó levegő pelletek, csak ilyen kis golyó alakúak, három különböző szín van egy-egy csomagban, 10 mm-es átmérőről, és ez egy oldódó lebegő, tehát erről szabályosan válik le a cucc, és úgy oldódik ki az aromája. Nem válik le, hanem szétfolyik. Tehát, nem lesz egyre kisebb? De egyre kisebb lesz, csak nem leválik róla ilyen darabokba, aha, hanem szépen folyik, mintha olvadna. Tehát mint a fagyi, amikor olvadul, van, ez egy van, ilyen aromacsíkot. És ez ennek a titka, ez a több éves termékünk, nagyon sikeres, csak főleg külföldi, úgymond értesülések alapján kérték tőlem, hogy ilyen menjek el gyümölcsös ízek felé, de Magyarországon is népszerűek, habár itt jobban hajlandók a úgymond büdös ízeket is megvásárolni, de boldogan tettem eleget, mert szerintem ezek a gyümölcsös kombinációk, ezek jól működnek. Látok, azt látom, hogy mindjárt áttérünk majd egy következő termékre, ezt ide leteszem most. Van egy teljesen új termékcsalád, az van rajta, hogy Balance, Duo, Dumbbells és egy hatszoros. Tehát a Dumbbells, azt meg tudom fejteni, az a formája, a Duo-t is, mert úgy látom, hogy ez ilyen duplex kétszínű csali. A Balance, azt gondolom, a kritikál balanszra utal, hogy ez egy kiegyensúlyozott csali, viszont ez a hatszor, ez mit jelent rajta? Hát ez, hogy hatféle színkombinációban lehet megtalálni a csalit, háromféle méretben, ami, hogyha összeszorozzuk, akkor az 18 féle fölkínálási lehetőség egy dobozban. A fehér az alapszín, a többi szín van mellette, szerepeltetve, ez zöld, lila, sárga, pink, narancs, tehát lehet, hogy valamit kifelejtek, de én ezt... Ennyi variáció, nem tudok. Igen. Tehát én ezt olyan meggondolás alapján készítettem el, hogy meggyőződésem, hogy sok esetben a szín az nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok a metódhorvászatban a színnek,
és áttetszőség, vízáttetszőség, fényviszonyok, évszak, napszak, ez nagyon befolyásolja, és én azt gondolom, hogy ez könnyen lehet váltogatni, és egy mozdulattal esetleg sikert lehet elérni, akár versenyen, akár a sima horgászat terén, mert a tónusokat lát a pont, én meg vagyok vagy bármilyen hal, tehát nem látja azt, hogy ez sárga. Még azt látja, hogy világosabb. Világosabb, sötétebb, és a különböző színeknek a keveredése a különböző napszak vagy fényviszonyokban mindegyik más lehetőség. És itt igazából, ha jól értettem, akkor ugye 6x3, biztosan 18 variáció. Úgy van, igen. Ebben az egy dobozban, igen. Tehát egy doboz csalival, ha kívül valaki, 18 variálási igen, lehetősége igen, van. Igen. Attól függően, hogy milyen szögben esik be akár a fény a vízbe. Így van, vagy pedig milyen méret az, amit a hal igényel. Jó, hát nagyon szépen köszönöm ezt a kis gyors bemutatót, és hát egy nagyon sikeres 2024-es évet kívánok nektek, és mindenek előtt egy nagyon sikeres Fehovárt most így február elején. Hát köszönjük szépen. Jó szezon kezdést. Reméljük, hogy minden beigazolódik. Még egy dolog van, amit nem mutattunk be. Ez ugyan nem egy nagy világszenzáció, csak a méreteket kérték tőlem, főleg ezt is külföldről, és így készítettünk 10-es, 12-es, meg 14-es balanszed csalikat is. Ti a nagyobb méretekben hisztek, mert ezeknek a csaliknak az öme az ugye mondtad a nagyobb méreteket. A másul meg ugye azt látom, hogy az egész minél apróbb, már olyan mikrocsalik vannak, hogy nagyon. Ti inkább ezt valljátok, hogy egy jól látható nagyobb csali legyen, jól kibalanszírozva a horoggal? Nem. Ezt kérik tőlem külföldről. Külföldön az 5-ös, 6-os csaliaimat, amivel nagyon-nagyon népszerűek vagyunk, azt ott nem bírják eladni. Ott egyszerűen a külföldi piac az igényli a nagy termetű, úgymond nagy méretű csalikat. Itthon is el lehet adni egyre jobban, úgy veszem észre, de a magyar piac azért apróbb csalik felé orientálódik jobban. Legalábbis ez a tapasztalatom. Igen, de kell ilyen is. Mert ebbe is megvannak az így van, méretek. Pontosan. Valaki kis csalit akar, azért megtalálja ebbe. Pontosan. Nagyon szépen köszönöm, és hát amit mondtam, hogy nagyon sikeres évkezdést kívánok nektek is. Köszönjük szépen, reméljük, hogy minden így lesz.